Sziasztok! A mai videó legyen egy frizura készítős videó. Megmutatom nektek, hogy én hogyan szoktam nagy dús volument a frizurámnak. Hajmosás után Aqua Hyaluron a Balea-tól, ez egy 3-1-ben termék, amit én most hajmosás után a hajam végeire fogok fölvinni, és finoman bele is fésülöm a hajamba, ezt többféleképpen lehet használni, díjebben kapható drogériás termék, szintén Balea a hajhabom, ez egy volumennövelő keratinos hajhab, amit a tövekre fókuszálva viszek föl, és majd fésűvel fogom ezt is eloszlatni a hajamon. És amit semmiféleképpen ne hagyjatok ki szárítás előtt, az egy hővédő spray. Ez is Balea, micsoda véletlen, ma drogériás termékekkel dolgozom. Amúgy szinte 80%-ban azok vannak nekem is. Úgyhogy ezzel jócskán befújom a hajam. Még egy utolsó fésülést végzek, hogy minden termék nagyon szépen eloszlódjon. Eloszlódjon? Van ilyen szó a hajamon. És elkezdem a szárítást. Ezt lefelé irányuló mozdulatokkal, tehát semmiféleképpen ne kezdj el így nekiállni, hogy össze-vissza fújod. Kicsit azért próbáld meg óvni, védeni, főleg, hogyha növeszted, mint most én. Egy hajkefével finoman még átsimítom, hogy tényleg minden kis kiálló szál lefelé kezdjen el állni. És akkor nekem háromféle ilyen öntapadós csavarom van. A legnagyobbtól a legkisebb felé haladva fogom becsavarni a hajtincseket. Egy olyan 90%-ban mindenképpen szárítsátok meg a hajatokat, mert sokkal hamarabb meg fog utána száradni a csavaróval együtt. És hát nekem eltört vagy eltűnt valahol a stílfésüm, tehát hogyha van olyan fésütők, ami tudjátok, ez a kis hegyes a vége, azzal így sokkal jobban, itt most nem annyira látszik sajnos, mert a kép hát túl magas, túl hosszú a hajam, hál' Istennek. Nem volt benne a videóban, de a lényeg az, hogy a végeit egy stílfésű, vagy én tényleg egy szemcerka segítségével úgy alá dolgoztam, vagy nem tudom, hogy ezt hogy tudnám normálisan kifejezni nektek, tehát hogy a végeit úgy ne legyen pipás, vagy ilyen csúnyán, tehát ne gyűrődjön be. Úgyhogy ezt szépen így fölcsavargatom, és ugye közben láttátok, hogy amikor esetleg nem a tőre sikerült csavarni, akkor azt újra tudjátok csavarni, úgyhogy egy kicsit feljebb emelitek a tincseket. És ez a lényeg, hogy mindig fölfelé irányuló mozdulatokkal és a végén húzzátok le, és akkor úgy szépen rá fog tapadni. De egyébként ezt sokféle csavaróval kivitelezni lehet, nem feltétlenül ezzel a az öntapadóssal, nekem ez kényelmes, de van olyan, amihez ugye csipeszt is adnak, úgyhogy ezzel mindenki meg tudja találni azt, ami számára a legkényelmesebb. Mutatom így hátul is, hogy körülbelül akkora nagyságú tincseket érdemes venni, mint amilyen széles maga a csavaró. Hát egy kis pici rózsaszín, ez egy puhább, nem annyira jó csavaró, de az utolsó tincsemnek tökéletesen megfelel, és mielőtt elkezdjük szárítani, még egy örök haj hővédőszpré, és akkor vagy hajszárítóval, kis óvatos mozdulatokkal, hogy ne essen szét, de hogyha van ilyen hordozható, mobil hajszárító búrád, az a legjobb. Ennek a végébe csak bele kell dugni a hajszárítót, szépen felfújódik, és a benne lévő lyukak segítségével osztódik el a hő. Ezt nem tudom amúgy, hogy hol vettem, szerintem lehet kapni fodrászkellékes üzletekben is, és akkor így látjátok, szépen felfújódik. Félre tudjátok tenni, akár sminkelhettek is, mert nagyon klasszul szabad lesz mind a két kezetek. Én egy olyan 20 percig szoktam körülbelül szárítani, miután fölcsavartam, de ez teljes mértékben attól függ, hogy mennyi időtök van, és a végén egy hideg levegővel is átfújom, majd ha levettem a búrát, még akkor is hagyom teljesen kihűlni. Tényleg ez fontos, mert hogyha a meleg tincseket kezditek el kicsavarni, akkor ugye a meleg hatására még formázódik a haj, tehát elveszítheti ezt a rugalmasságot. Egyébként, ahogy kiszedegettem, a belseje még nekem is meleg volt, szóval ez így most nem lett egy annyira tartós változat, de egyébként az én hajamat ezzel a technikával amúgy sem lehet sajnos annyira tartósan megcsinálni. Igazság szerint én itt inkább a
tövek megemelésére szoktam fókuszálni, amikor ezzel a technikával készítem el a hajam, nem gyakran van ez. Én nekem haj hullámosításához, hogy tartós is maradjon, a kupfassal való formázás vált be a legeslegjobban, az mosástól mosásig igazság szerint benne marad a hajamban. És úgy szépen kiszedegetem a csavarókat, kicsit megrázogatom a kezemmel, tehát látszódik, hogy azért az én tartás nélküli lapos és plötty hajamat azért valamilyen szinten megemelte, úgyhogy ezt tényleg ajánlom, hogy próbáljátok ki, kísérletezzetek, szépen átfésülöm az egészet, mert mint mondtam, itt nem a hullám a lényeg, a hajvégekre teszek egyetlen csepp hajvégápoló olajat, hogy azért legyen egy kis fénye is. És akkor rendezgetem ide-oda, amíg úgy nem érzem, hogy tetszik, de itt a hátulját is megmutatom gyorsan, hogy kár, hogy nem érzitek, de érződik, hogy tényleg olyan dúsabb, jó fogású, tehát érződik, hogy van tömege. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videóm, úgyhogy találkozunk legközelebb. Legyen szép napotok, sziasztok!